préselt, feketére égetett cserép. Hengeres fejrész, kihajló peremmel. A peremből a vasbádok gyűrű és a hozzá csatlakozott kupak hiányzik, csak a gyűrű töredéke maradt. A fejrész elején ülő férfi alak, alatt a felirat. Deák Ferenc. Annak idején az 50-es években tucatjával kerültek be, például Bonyhádról, különböző csőfektetési munkáknál, zárokásásnál került elő rengeteg pipa. Bonyhádon volt is a megyében pipakészítő műhely. Mondjuk ez, ami a hónap műtárgya, ezt nem tudni, hogy hol készülhetett, vagy honnan való. Általában jelölték a pipákat, vagy a készítőnek monogramja, vagy a neve rá volt pecsételve, vagy a, még olyan is, vagy a készítéshelye, vagy egyéb jelek, de ezen nincsen semmiféle jelölés. Igazából azért választottam ezt a pipát, mert ez egy Deák Ferenc ábrázolásos vagy alakos pipa. Ugye a cseréppipák igazából a, hát mondhatjuk azt, hogy a 17. századtól már jelen voltak úgymond a használatban, és végül is a, hát mondhatjuk azt, hogy az első világháború időszakáig azt tekinthetjük ilyen választóvonalnak, hogy akkor kikopnak a használatból, és akkor terjed el általánosságban a nép között is a cigarettának a úgymond használata. Magyarországra nyugat-európai és török közvetítéssel került. A török korban a katonák példáján gyorsan terjedt a nép között is a dohányzás szokása. A 17. század végétől egyes helyeken már a jobbágyak is termeltek bizonyos mennyiségű dohányt. Hát igazából a cseréppipák tekintetében a Magyarországon az egyik legnagyobb műhely az Debrecenben volt. Ott évente 10 millió vagy 10 millió darab szám fölötti pipát gyártottak. Onnan például Amerikába is importáltak cseréppipákat. Ugye a pipakészítő szakma az a fazekasokon belül volt egy ilyen, vagy a fazekas szakmán belül alakult ki a pipakészítés. De ezek a cseréppipák általában úgy készültek, hogy volt egy sablon, egy két darabból álló sablon részből, vagy fából, vagy valamiféle, inkább fémből voltak általában. De azokat beletömték az anyagot, belepréselték, és akkor úgy a domború minták, amik vannak a pipákon, azok így alakultak ki rajtuk. Voltak különböző színűek, feketére égetettek, mint például ez a mostani hónap műtárgya, de voltak ugye szürkébbek is, vagy vörösek, fehérebbre égetett, vagy fehérebb anyagú pipák is, de igazából az alapanyaguk is változó volt. Tehát a kukoricacsutától kezdve a cserép, a zón, az üveg, a porcelán, a habkőből is készültek pipák, ugye. Biztos, hogy 1867 a kiegyezés után készülhetett, amikor megnőtt Deák Ferenc, a Habsburg udvarral kiegyező bölcs politikus tisztelete, kultusza. Mert hát előtte ugye azért a 1848-as forradalom és szabadságharc után azért voltak elég cifra dolgok az országban. Ugye gondoljunk csak az 1850-es évekre a pakrendszerként emlegetett időszakra. Ugye különféle, ugye hát ellenállási formák is voltak öltözködés tekintetében, például, hogy voltak, akik feketébe öltözködtek, vagy ugye, hogy igazából ellenállásba, vagy úgymond ilyen polgári ellenállásba kezdtek, hogy nem vállaltak közszereplést, vagy közhivatalt például. És hát ugye Deák volt az, aki hát ebből a, ha mondhatni, hogy igazából kacifántos vagy zűrzavaros helyzetből azért egy olyan kompromisszum tudott kötni a Habsburg udvarral, ami azért a 19. század második felében, meg az első világháborúig elég jelentősen, vagy elég jelentős irányvonalat, meg fejlődést tudott produkálni Magyarországnak is, meg a dualista államnak is, aminek ugye sajnos az első világháború véget vetett, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi lett volna a folytatása ennek. És hát igen, a kiegyezés utáni időszak volt az, amikor Deáknak, tehát úgymond nagyobb kultusza volt, és akkor úgy látszik, hogy a pipákon is volt, aki ezt megjelenítette, hogy tiszteli
deákot. Egyébként deák is nagy pipás volt, több 10 darabos pipa gyűjteménye volt neki. A dél-amerikai őshazájú dohányt az európai utazók hamar áthozták kontinensünkre. A 16. századtól spanyol, portugál és angol közvetítéssel gyorsan elterjedt a kontinensen a dohányzás szokása. Népszerűsége nagyon gyorsan ellenszenvet is váltott ki sok országban, de sok pártfogója is akadt, akik gyógyszerként tisztító, gond és éhségűző voltát dicsérték. Igazából az egyes településeknek a rendelkezéseibe is elég keményen büntették sokszor a pipázást, mert ugye ha városokat vagy mezővárosokat, ha falvakat nézünk, ugye a 18. században, 19. század elején még ugye náddal vagy zsuppal vagy zsindellyel voltak fedve az épületek, és hát ugye ha most valaki szeles időben mondjuk az utcán pöfékelt a pipával, aztán kivitte a parazsat a szél a pipából, abból voltak elég sokszor olyanok, hogy felszállt a vörös kakas a település, és hát tiltották nagyon az előjáróságok a pipázást, ilyen 10-12-15-20 pálca büntetésre és vagy pénzbüntetésre is ítélték azokat, akik megszegték a pipázási korlátozásokat. A pipázással a háztartásokban új eszközök is megjelentek. A pipába levelesen nem lehetett a dohányt beletömni, össze kellett vágni. Így új eszközként jelent meg a háztartásokban a dohányvágó. A módosabbak viszont vágatták a dohányt, így külön dohányvágó műhelyek jöttek létre. Például Pozsonyban 1790-ben 15 ilyen műhely működött. Több helyen ezek voltak a mai dohánygyárak elődei.